Már csak néhány óra is beköszönt a kínai új év. Az országban 100 millió kelnek ilyenkor útra, hogy családjukkal töltsék az ünnepet. Most kapcsolunk Pekingbe, Pap Fruzsinához. 7:30 van Fruzsina ott körülbelül este. Hogyan készülődnek az emberek az utolsó órákban? Mi lesz holnap? Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket innen Pekingből. Így van, a kínai új év előestéjén vagyunk, és egy pár óra múlva már az új évet ünneplik itt Pekingben is. Már nappal elkezdték egyébként feldíszíteni a kínaiak ezzel a csünliennek hívják. Ez egy piros, általában párban álló, jókívánságokat tartalmazó papír darab, amit az ablakokra és az ajtókra szoktak feltenni, ezt már nappal elkezdték feldíszíteni. Na most a mai estének viszont az a legfontosabb eseménye, amikor a családtagok összegyűlnek otthon, együtt vacsoráznak, majd pedig a több órás tavasz ünnepi gálaműsort kezdik el együtt nézni egészen éjszakában nyúlóan. Ugyanis a kínai új év közelettét várva a kínaiak úgy gondolják, hogy ezzel az éjszakázással el tudják űzni a balszerencsét, a betegséget és a járványokat. Na most a kínai különféle újévi díszítésekben és a ruházatukban túlnyomó részt észrevehetjük, hogy a piros vagy a vörös színt szokták használni, ami egyébként egy kínai népi hiedelemhez kötődik. Ezzel a vörös színnel, illetve a hangos petárdákkal próbálják elűzni a gonosz szellemeket, a balszerencsét a következő új évben. Na most Kína hatalmas területéből adódóan természetesen a különféle tartományoknak, helységeknek mind megvannak a saját kulturális helyi szokásaik. Így például Észak-Kínában a helyiek nagyon szeretnek ilyenkor egy hússal töltött, korábban a régi kínai arany öntvények formáját utánzó ételt fogyasztani, ami szerintük a gazdagságot hozzá a családjuknak az új évben. Na most Dél-Kínában ezzel szemben pedig egy fekete szezámmal töltött édességet szeretnek ilyenkor fogyasztani a kínaiak, ami kerek formájából adódóan az egységet, az összetartást, a teljességet és annak reményét fejezi ki az új évben. A kínai új év első napján egyébként még nagyon sokfajta rendezvényt szoktak szervezni, ami részt vesznek a kínaiak, ilyen például az oroszlán vagy a sárkánytánc, a templomvásárok, továbbá pedig a tűzijátékozás. Pap Fruzsinának Pekingből nagyon szépen köszönjük.